Ahol az Úristen báránykát ad, legelőt is ád néki. Ezt a mondást talán a Távol-Kelettől Dél-Amerikáig sok országban idézték és idézik, és talán sokan keresztény mondásnak, vagy a Bibliából származó mondásnak tartják, mégsem így van ez. A gyermekáldás hatalmas dolog. Az élet születése, egy új élet kezdete, minden család életében óriási ajándék. Mégis a család összetartó ereje nem a gyermek. A család összetartó ereje két ember közös gondolkozása, mindent megbeszélni akaró elszánása, és az a hajlandóság, hogy biztos otthont tudnak felajánlani születendő gyermeiknek. Minden gyermek számára fontos dolog az, hogy megfelelő körülmények közé szülessék. Ezért hát, amit a példabeszédek könyve mond, az igaz a keresztény családra, hogy meggondolás őrködjön feletted, értelem őrizzen téged. Vagyis a családnak az alapja a családtervezés. Nem ördögtől való a családtervezés, ahogy még a mi fiatal korunkban is tanították egyházi berkekben, hanem az ember kezébe adta Isten az emberiség fenntartását, szaporítását. Ő mondta azt a teremtés hajnalán, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, de meggondolás őrködjön feletted, értelem őrizzen téged, és egy igazi házaspár életében nem történhet meg az, hogy az egyik fél egyoldalú döntés elé állítsa a másikat, vagy egyoldalú terhek alá nyomja a másikat. Ezért a bibliai családtervezésnek az alapja az, hogy hány gyermeket is tudunk eltartani a magunk felfogása, életritmusa, munkabírása szerint, mert hiába akar valaki nagy családot, amikor lehet látni már az első vagy a második gyermek születése után is, hogy hát az asszonyka nem bírja ezeket a terheket, nem annyira a szülés terheiről beszélek, mint az odafigyelésről, a gondozásról, a nevelésről, amely az életnek egyik legnagyobb feladata. Vagyis hát az a magyar mondás, hogy hány családod van, amiről már tettem említést, az mélységesen igazságtalan mondás. Mert a családot két ember frigye, két ember szövetsége képezi. És akár születik gyermek ott, akár nem, akár van vér szerinti gyermekük, akár talán örökbe fogadnak elhagyott gyermekeket, árva gyermekeket, a család alapját a férfi és nő erős szeretete, erős szövetsége, kitartó elszánása szerzi, és nem a gyermekek száma. A Bibliában nagyon sok történet van arról, hogy asszonyoknak nem születhetett gyermekük, és ez milyen megítélés alá esett, már az ókortól fogva lenézték őket, például gondoljunk a hívők atyának, Ábrahámnak az élettörténetére, akinek felesége Sára magtalan volt, és amikor éppen az ő tanácsára, Hágártól nemzett gyermeket Ábrahám, mert úgy gondolta, hogy az isteni ígéret így fog beteljesedni, pedig Isten világosan mondta, hogy Sárától születik a te magod. Akkor milyen áldatlan család élet vette kezdetét, amikor Hágár fia Ismael lett a családnak, mint egy az utóda, és hát Hágár mélységesen lenézte Sárát, mert ő gyermektelen. Vagy gondoljunk csak például a Jákob viszontagságos házas életeire, hiszen ő Ráhelt szerette, apósa viszont a nász éjszakán Leát küldte be hozzá, és
Hát ha ő érte 7 évig dolgozott, még 7 évig a másik lányáért is megdolgozhatott, és a többnejűségnek a kérdése, amely az Ószövetségben ugyanúgy ott van, mint hogy az Új Szövetségben már Pál apostol azt mondja, hogy a püspök az episzkoposz, tehát a felügyelő, a presbiterek közül egy az egy feleségű legyen. A kereszténység nem erővel és nem hatalommal űzte el az emberiségnek ezt a szégyenét, a poligámiát, azt, hogy valaki több nejűségben éljen, hanem szeretettel, türelemmel, tanítással és odafigyeléssel. De folytathatnánk a megkezdett sort Sárától, Rákeltől, Leától, a két mellékfeleségtől, ugye ott is mindig azért ment a vetekedés, hogy kinek születik gyermeke, kinek nem születik gyermeke, és Jákob a Bibliának egyik legtöbbet szenvedő embere, 12 fiúgyermekével és egy lánygyermekével, 4 anyától született nagy családnak a feje volt. Micsoda problémák adták magukat ebben a családban, és ütötték fel a fejüket. Micsoda óriási küzdelmek folytak ebben a családban, és hát József története is azt mutatja, hogy Simeon még attól se zárkózott el, hogy az öcsüket agyon üssék, vagy egyáltalán Júda attól, hogy eladják idegeneknek, az általuk gyűlölt ismelitáknak és midianitáknak. De hogy befejezzem a sort, a Sámuel első könyve is azzal kezdődik, hogy Annának nem születik gyermeke, hosszú idők óta nem születik gyermeke, és bánatos, és sír, és nem tud napirendre térni a dolog felett. Persze, hát ez ma is így van. Én is egy olyan városból származom, ahol a mi utcánkban egy nagyon kedves ismerősünk férjhez ment, és nem született egy gyermeke, és mindent megpróbáltak, és aztán végre, nem tudom én, a hányadik próbálkozás és elvetélés után megszületett a várva várt kisgyermek, és aztán egy talán, ha jól tudom, orvosi hiba, műhiba folytán meg is halt. Kimondhatatlan tragédiák, kimondhatatlan veszteségek, tudom, de Isten ott van a helyén, a mennyei atyánk ott van a mennyben, és mindannyiunkra úgy figyelj, hogy a hajunk szála nem hullat le az ő tudomása nélkül. Hát akkor az életnek egy ilyen nagy kérdés, amit tetejében még ő is rendelt el, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, nyüzsögjetek, töltsétek be a földet, és amikor Anna kesereg, olyan sokat mondó Sámuel első könyve első fejezetében, a férjnek, Elkánának az a kijelentése, hogy ne keseregj azon, hogy most még eddig nem született gyermeket, hát nem többet érek én neked 10 fiúnál. Ez a kijelentés arra is rámutat, hogy a régi világban is bizony a fiú gyermekektől tették függővé a gyermekáldás minőségét, hát a fiú gyermek születik, hát az már csak valaki, mert tovább viszi a családot, a nevet, annak a családnak a genetikáját, de hát a lányok nem ugyanolyan értékesek, és már Istennek különbséget kellett tenni az ószövetségi törvényekben, az egészségügyi törvényekben is, a fiú áldás utáni tisztulás, a lány áldás utáni tisztulás után egyáltalán Istennek együtt kellett lépnie az emberiséggel, az emberiség szintjére kellett lejönni, és az a szint mindig alább és alább szállt, de Isten minden szenvedéseinket viselte, minden fájdalmainkat hordozta. Isten mindig az együttérzésnek, a segítő szándéknak, a segítség nyújtásának az Istene volt, és ezért Isten ma is figyelmeztet bennünket arra, hogy gondolják meg a házas felek. Nyilván már az udvarlás időszakában ennek fő kérdésnek kell lennie, hogy hány gyermek világra hozatalára vállalnak felelősséget. Tudjuk jól, hogy amikor úgy 40-50 évvel ezelőtt Kína óriási mértékben elszaporodott lakossággal bírt, több mint 1,5 milliárd volt a lélekszám, akkor drákói rendelkezést kellett hozniuk, és egy gyermekben
maximálták a gyermekvállalás lehetőségét. Most térnek vissza a két gyermekre, hogy már kezd elöregedni újra a társadalom, vagyis hát még állami részről sem ördögtől való a gyermekáldás szabályozása, ha már az egyes emberek azt nem szabályozzák, ha már a családban ezt nem beszélik meg, akkor az államnak közbe kell avatkozni, és ha jól tudom, talán az 1,5 körüli gyermekáldás, ami hát persze további fogyáshoz vezet, de talán megállítja azt a hatalmas mértékű több százmilliós fogyást, és azt is tudom, hogy milyen problémák adottak abból Kínában, hogy bizony ott is sokszor több gyermek született, 2-3, és nem mertek nevet adni a gyerekeknek, mert hát óriási bírsággal járt volna együtt az, hogyha kitudódik, hogy több gyermek születik az államilag elrendeltnél, és most Kínában 3-4 millió ember névtelen, aki se óvodába, se iskolába nem járt, se foglalkozása nincsen, más országba se tud kivándorolni. Iszonyatos probléma, ez az emberiség történelmének egyik legnagyobb problémája, minthogy az ember fenntartásának kérdése is nagy probléma. Meggondolás őrködjön feletted, értelem őrizzen téged. Először is Istenhez kell fordulnunk, az ő kegyelmében, gondviselésében kell bíznunk. Aztán természetes eszközökhöz is, mint amit az én koromban Fritz Kahnnak a Szerelem iskolája című könyve nyújtott az Ogino Knaus módszertől kezdve más egyéb beavatkozásokig, illetve hát az önuralom gyakorlásától fogva bizonyos eszközöknek az igénybevételéig. Tehát sokféle módon lehet az ellen küzdeni, hogy ne főleg az asszonyokra menjen át a súly, de hát férfi az élet gondja, idéztem Arany Jánost is, ne is a férfiaknak a feladata legyen az, hogy egész életüket robotolással töltsék el, mint nagyanyáink idejében, az én egyik családomban is az anyai ágon több mint 13 gyermek született, persze már a kezdet-kezdetén csecsemő halálozásokkal tarkítva, talán 6-7, ez volt az országos átlag az Osztrák-Magyar Monarchiában, a családoknak, a megszületendő gyermekeknek a fele élte túl a születés után várható rossz körülményeket. Arany János családja is megdöbbentő, hogy csak Sára, a legidősebb nővére maradt életben, és ő, aki 10. gyermekén született, és további 8 testvérük olyan 1 és 5-6 éves koruk között meghalt. Nagyon nagy csapás egy gyermek halála. Vörös Marti híres verse a kisgyermek halálára jelzi ezt. Aztán Petőfi vers, amit Vörös Marti korán elhalt egyik gyermekének halálára írt. Az irodalomtörténet is megőrzött erről szóló emlékeket. De térjünk át az életben maradott gyermekek kezelésére. Mert ugyan a nevelés nem az emberi élet nagyobb része, tehát hogy ki milyen ember lesz, azt kétharmados többséggel nem a nevelés dönti el, hiszen akkor a jó családba született gyermekek óriási előnyt élveznének, hanem az dönti el, hogy ki hogyan gondolkodik és ki hogyan dönt, választ az életben. De azért egy egyharmados, nem lebecsülendő rész azért a nevelést is érinti. A nevelésnek legalább 30%-os meghatározottsága van az ember életében. Ezért a Biblia nevelési elveit jó ismernünk, ezek példabeszédek könyvében, az apostoli levelekben és az evangéliumokban Jézus tanításaiban vannak kifejtve. Jézus a családot nem tette mindenek fölöttivé. Jézus nem mondta azt, hogy a családon múlik minden.
Sőt, Jézus föltette a kérdést, amikor a családja egyszerűt haza akarta cipelni Mária vezetésével, és az idősebb féltestvérek megjelenésével, tekintélyi fellépésével, hogy menjen haza, és azt a szégyent háríts el a családról, hogy ő most idegen földön tanít, és nem a családjával foglalkozik. Jézus akkor tette fel a kérdést, hogy ki az én anyám, és kik az én testvéreim. És milyen megdöbbentő, hogy erre a kérdésre senki nem tudott válaszolni. És Jézus megvárta, hogy válaszoljon valaki. Óriási csend ülte meg ott azt a házat, ahol valószínűleg tanított, talán több tucat ember várt erre a kérdésre, és senki nem adta meg a feleletet, hogy ki az én anyám, és kik az én testvéreim. És akkor a csend után Jézus megszólalt, hogy aki a mennyei atyám akaratát cselekszi, az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. És ez talán jó beharangozó történet a gyermeknevelés bibliai kérdéséhez. Pál apostol az Efézusi levél 6. fejezetében fejti ki, hogy kétféle nevelés van. Az Úr tanítása és intése szerinti nevelés, és a másik, ami nem ez, amikor az emberek gondolják ki, hogy kell majd a gyerekből embert formálni, és az pedig az ingerlő nevelés. Ti is, atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek, tanítsátok őt az Úr tanítása és intése szerint. Ez a kétféle nevelési el van, vagy Istenre hallgatunk, vagy saját magunkra, vagy kezünkbe vesszük a Bibliát, például ifjú házasokként mindenkinek tanácsolom, hogy a sok-sok lélektani könyv helyett, amelynek elolvasásáról senkit nem akarok lebeszélni, főleg akkor, hogyha van bennük mi használni való, például egy amerikai orvosnak többször megjelent könyve a gyermek áldásról, gyermeknevelésről, a szülő-anyák teendőiről, mind a mai napig azt hiszem nagy sikerrel van forgalomban, és lehetnek nyilván nagyon jó hézakpótló, sok ismeretet, sok tapasztalatot közvetítő nevelési könyvek, de mindenek előtt nyúljunk itt is Isten szavához, a Bibliához. Ne ingereljük a gyermekeinket, mert ha nem az Úr tanítása és intése szerint neveljük őket, ez ingerlés, valami nem megfelelőt kapnak, nem azzal neveljük őket, amivel kellene. Ne ingereljék az atyák, és hát persze az anyák se a gyerekeiket, hanem nézzék meg, hogy az Isten milyen életelveket jelent ki a Bibliában. 5 életelvet részletezhetünk, és erről én rendkívüli részletességgel megemlékeztem a Galga TV, az egy aszódi TV-nek a sorozatában néhány évvel ezelőtt, amikor a gyermeknevelés bibliai alapelveit kutattuk. Az első nevelési elv az önuralomra való nevelés. Gyerekkortól, kisgyerekkortól életbe kell, hogy lépjen, hogy a gyermek ugyan nagy áldás, nagy ajándék, de nem csak ő van egyedül a világon. Ne, persze most körülötte forog a világ, de hát ez a későbbiekben nem lesz így. Egy tagja lesz a családnak, a városnak, a nemzetnek és az egész emberiségnek is, tehát önuralomra nevelő, hogy nem mindig a te akaratod fog érvényesülni, de attól még te nem leszel sikertelen vagy elkedvetlenedett ember. Meg kell tanulni az önuralmat, és ez gyermekkorban kell elsajátítani, amikor ellentmondunk a gyermeknek, amikor a rosszat nyesegetjük, persze szeretettel, de következetes szeretettel, szigorú szeretettel, ahogy az egyik amerikai gyermeknevelési elveket tartalmazó könyv mondja, a kemény szeretet, a szigorú szeretet nagyon fontos a gyermeknevelésben, mert aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz. És a gyermek elméjéhez kötetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt. Igen, a Biblia kimondja azt, hogy aki nem fegyelmezi a gyerekét, gyűlöli a fiát, és aki szereti, az megkeresi
dorgálással, intéssel, fenyítéssel. Példabeszédek könyvéből idézem, számolatlanul tudnám idézni tovább is a Biblia verseket. Ezek taníthatnak meg arra, hogy a második alapelv aztán az odafigyelésre, segítőkészségre, munkaszeretetre való nevelés. Tehát amikor már elsajátítja a gyermek, hogy egyedi lény, de nem egyedül van, figyeljen oda másokra, és segítsen másokon, és tegyen meg bizonyos dolgokat az élet fenntartás érdekében, tanulja meg először a rendtevést, a mosogatást, a kis munkát, aztán fokozatosan melyik családban, milyen körülmények közé születnek a gyermekek ennek függvényében, mert a harmadik alapelv, hogy a családi otthon kialakítására is nevelni kell, hogy egyszer majd neked lesz családod. Ma miért annyira alkalmatlanok az emberek a családi életre? Azért, mert a meglevő családjukban elkényeztették őket, vagy nem volt testvérük, és nem volt olyan feladat számukra, hogy másokon segítsenek, és rendet tartsanak, és dolgozzanak. Hallom, hogy Angliában már a harmadik, negyedik nemzedék nő fel úgy, és tölti az egész életét, egészen a nyugdíjazásig, munkanélküli segélyeken és állami juttatásokon. A jóléti társadalom a legnagyobb csapást jelentette ilyen tekintetben az emberiség számára. És a negyedik alapelve a nevelésnek a rendszeretetre való nevelés. A rend legyen a gondolkodásban, rend legyen az életvitelben, az időbeosztásban, és ez már átvezet az ötödik alapelvre, hogy ami tulajdonképpen a legfontosabb, ezzel is kezdhettem volna, hogy a személyes meggyőződésre, más szóval keresztény értelemben a hitre való nevelés. Hogyan bánjunk a gyermekkel? Olvassuk Bírák könyve nevezetes kérdésében. Ez a hogyan bánjunk a gyermekkel már az udvarlás, vagy később a fogantatás idején fölmerülő kérdés. Nagy kérdés. És ezért kell a bibliai gyermeknevelésre vonatkozó tanácsokat magunk elé idézzünk, és legfőképpen Jézus életéből vett történeteket ismernünk, aki 12 éves korában már megmutatta, hogy hogyan kell tisztelni a szüleit, mert a szülők iránti tisztelet az alapvető dolog, az már benne van az első alapelvben, az önuralomra való nevelésben. A Biblia tanítja a tekintély tiszteletet, de nem tanítja a tekintély elvűséget. Ezek a bibliai nevelés alapelvei. Erre kell fiatal házasoknak, de idősöknek is, akár nagyszülőknek, dédszülőknek is törekedni, hiszen az ifjabb nemzedékekért mindannyian felelősek vagyunk.